Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar hagyományos nyári hangversenysorozata a Harmonia Albensis nyitó este 5 évszázad francia kórus zenéjéből válogatott, rendkívül izgalmas műsorral várta a székesfehérvári zenebarátokat a Szent Imre templomban. Köszöntőjében Dobri Dániel, a szimfonikusok kortárs művészeti vezetője örömének adott hangot, hogy a nagy népszerűségnek örvendő program idén is különleges műsorokkal várja a kórus muzsika barátait. Nagyon vártam én is személy szerint ezt az estét, hiszen egy igazi kuriózum lesz a mai műsor. Egy olyan műsort fognak hallani, amit szerintem Magyarországon nem nagyon lehetett hallani az elmúlt évtizedekben, legalábbis biztosan nem. Korábban meg azért nem, mert korábban még nem léteztek ezek a darabok, amik ma meg fognak szólalni. Pad Zoltán, Lisztdíjas karnagy vezényletével az Ars Oratoria Kamarakórus az impressionista francia zene hagyományaihoz méltó kortársmesterek kórus műveinek tolmácsolásával köszönt vissza 21. századi köntösben. Nagyon nagy öröm, hogy most már sokadszorra mi nyithatjuk meg a Harmonia Albensis sorozatot, amely szerintem az ország egyik legizgalmasabb nyári vállalkozása, és hogy hagyományosan kórus koncerten indul ez a sorozat, az meg nagy öröm, és egy olyan különleges, unikális műsort sikerült összeszedni erre a mai napra, amely azt hiszem, hogy sokak számára meglepetés lesz és felfedezés lesz. Az est vendégeként Tóka Ágoston, junior primadíjas orgonaművész, aki városunk szülötteként otthonról hazajött, varázslatos dallamokkal idézte meg Dürüflé zseniét. Nagyon örültem, hogy ismét részt vehetek a sorozatban. Talán minden évben zenekari játékosként részt szoktam venni itt, számozott basszus játékosként. Aztán többször adtam szóló hangversenyt is, és most kórus kísérőként működök közre. Pulenknek egy nagyon különleges női karra és orgonára írt darabjában. A Harmonia Albensis templomi hangversenysorozat július 11-én csütörtökön 19 órakor a Ciszterci templomban a múlt jelene címmel az Ábrahám konzort régi zenei koncertjével folytatódik. Közreműködik Ábrahám Márta hegedűművész és Meggyesi Schwarz Lucia énekművész.